Július 22-én kedden startol a 25 éves rendezvény, melyen nem vesz részt egyetlen ismertebb román politikus sem, de az RMDSZ elnöke sem lesz ott. Hosszú szünet után azonban ismét meghívót kapott Szász Jenő, a Budapesti Nemzet Stratégiai Kutatóintézet jelenlegi vezetője, az MPP volt elnöke. Derül ki a 25. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem programjából. Az idei táborba meghívtak több RMDSZ-es politikust is. Székely István főtitkár helyettest, Markó Attila képviselőt, Borboly Csaba és Tamás Sándor székelyföldi tanácselnököket, Sógor Csaba EP képviselőt és György Attila pénzügyi államtitkárt. Meghívót kapott Bíró Zsolt MPP elnök is, aki a program szerint csütörtökön Tóróté Tibor tusványos alapítóval, az MMP elnökkel vitázik. A tábor zárónapjának legfontosabb meghívottja természetesen Orbán Viktor, a pódiumon idén is mellette foglal majd helyet, és felszólalt Tőkés László, fideszes EP képviselő is. Koncertekből sem lesz hiány, a Kis Csillag, az Edda, a Heaven Street 7, a Vadfruttik, a Queen Bee és Barics Gergő is a húrok közé csap. Idén ismét jelen lesz a táborban Buzenszky Jenő, egykori labdarúgó, az aranycsapat tagja, a nemzet sportolója. A szervezők legalább 40 ezer emberre számítanak idén is. Holnap kezdődik a 25. Bálványosi Nyári Egyetem és diáktábor. A program az rendkívül változatos. Én nem hiszem, hogy létezik olyan ember, aki nem találna legalább egy olyan programot a kínálatban, ami ne tetszene neki. A program teljes egészében elérhető a tusványos.ro honlapon, a program menüben. Rengeteg minden, előadások, politikai, közéleti témák, oktatás, környezetvédelem, szórakozásra is van lehetőség, koncertek vannak minden este. Az idő egyelőre nagyon szép, ha így marad, akkor tökéletes lesz. A fellépők listáját a tusványos.ro honlapon lehet megtekinteni, ahol a rendezvény részletes programja is megtalálható. Az idei tusványos július 27-éig tart.